Üdvözlök ismételem mindenkit! Mai napon észrevettem asztalt, ezen a rendszeren semmi jó formán, nem saját agyi kapacitással alapítottam meg, melyik a jó alkalmazás és melyik a nem jó. Itt mind-mind rá lett erőszakoltatva az egyéni jogaimhoz. Szinte minden. A háttérkép az a saját. Fényképezés, meg az OBS Studio saját ötlet, vagy mások az ötlete, nem pedig nem az oktatásból szedett, meg ilyen fórumokon való részvételekből szedett alkalmazások. Itt van nagyon sok mindent lehet látni, vagy ilyen Sumatra, az sem a saját eszeleg, se a Pale Moon, se az SM Player, az ilyen fórumokon volt szó róla. Sokkal több minden tud, mint egy PLC lejátszó. Se a Qubit torrent, az ilyen torrent oldalon volt fönn, sokkal jobb, mint az U-torrentnak az újabbik verziója, nincs benne reklámok, ajánlatosabb velük torrentozgatni. Úgy én nekem azt megmondták, hogy melyik is a jó, vagy melyik a rossz. Ezzel nagy valószínűséggel sértették az egyéni jogaimat. Hogy megsértettek. Az egész rendszer, amit láttok, ilyen beállítások, mind-mind másolatok. Semmi sem nem saját eszüleg állapította meg rajta. Tehát meg is mutatom. Ez a futtatás, MSI Coughing, egyrészt ki van kapcsolva a startupoknak. Van ilyen portable apps rajta, Qubit Torrent, Freedom Blood Manager, mások, és itt vannak mikrette kikapcsolva. Ezek is lehettek szerve máshonnan, miket kell kikapcsolgatni. Nem saját agykapacitása állapítottam meg, hogy melyikkel kellene bekapcsolva lenniük, és melyikeknek kell kikapcsolniak lenniük. Mind-mind erőszak útján lett. Itt van ez a print spoilert, illetve kapcsolva a téma bent van. És itt kivettek egy része neki. Egyszerűen meg lehet határozva, mit kell csinálni, mit ne. Hogy mi sem a sajátom, vagy kapacitásnak az eredménye. Hogy tisztára el volt lennék nyomva. Elnyomott ez a Microsoftos termék. Itt nem azon járt az agy, minél több pénze legyen az egyének, hanem jobban kiélesse magát. Jobban szórakozhasson. SM Playerre nézhessen videókat a YouTube-on. Most ki fog derülni, hogy működik-e a YouTube része neki. Félem, most nyitok egy linket. Mérem azt, hogy www. Nem tudom, hogy kell nézni. YouTube. Most volt ilyen YouTube kereső. Régebben néztem már, olyan percen nem érdekel. Ja, itt is van. Le kell tölteni. És alkalmazás. Saját eszleg van. Magas 18 megabájt. És itt el lehet gondolkozni rajta. És vannak, mi nincsenek. Most ez se nem saját eszleg volt. Saját eszleg lehetett volna, elkezdenék írni egy dokumentumot. Mitől is ne? Megfogom, elindítom a LibreOffice-t.
kiválaszol, mit is akarok írni, netán szöveges dokumentumot. És írok egy szöveget. Hozzáadok. Itt is táblázatot. Kell választani, tiszta magyar nyelven van. És akkor bírom, gondolok ide. Meg lehet formázni a dokumentumokat. Az lesz egy másik videóban, és ami épp jár az eszem, azt légyen. És megjelenítem, mert ez saját eszüleg van csinálva. Nem pedig nem, másoktól máshoz. Nagyon sok helyen a másolások ért, hogy megcsinálsz, lemásolod, olyan, mint a sajátod volna. De a másolatok soha nem lesz a saját tudás. Saját tudásod. Itt van! Meglátszik. Mind-mind. Ez nem a saját vagy kapacitásom volt. Főleg nem lehetett benne látni, hanem másokat. Másoktól lopott, szedett. Minden, ami ilyen köznév, munkás rétegnek lett, snálfa, benyugvásfa. Vagy ez számomra szégyen, hogy ilyen videókat kezdtem el videózni, legelején videókat készíteni. Megmondja, mi is a jó, mások is ugyanazt már megmondták már többször. Nem saját egyéni alap derült ki rajta. Ennyi lett volna ez a videófelvétel. Lehet, hogy lesz még már ma egy livestream. Befejeződik a feltöltések. Más oldalakon. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok!